Több százezer forintos kárt okoztak a vandálok néhány hete a sóstói erdőben. Az is rendszeresen gondot jelent, hogy egy-egy piknikezés, szalonnasütés után sokan hagyják ott maguk után a szemetet. Van tehát dolga az erdőket fenntartó társaságnak, hogy mi mindennel igyekszik tenni a nyírerdő a probléma felszámolása érdekében, arról is kérdezzük ma a nyíregyházi erdészet vezetőjét, és hogy még mivel foglalkozunk, azt is megmutatjuk rögtön, köszöntöm Önöket. Beruházások Kisvárdán, épülő sportlétesítmények várfejlesztés a városban. Felzárkóztató program a cél, hogy egyre többen dolgozzanak hodászon. Feladatok az erdőkben, a vandálok és a szemetelők ellen is fel kell lépni. Honvédelmi sportközpont és multifunkcionális sportcsarnok is épül Kisvárdán. A városban az útépítések és javítások sem álltak meg. Emellett a vár turisztikai célú fejlesztése is javában zajlik. Feladatok tehát bőven vannak, ezekről és a korábbi tervekről. Kisvárda polgármesterét kérdezzük, jó estét kívánok, köszöntöm Lelesi Tibort. Jó estét kívánok, köszöntöm a Kölcseit nézőit. Igen, hála Istennek a projektjeink az nagyon szépen haladnak, befejezésre kerültek. Tehát nincs olyan terület a befejezett projekteink közül, ami nem érintett volna valamilyen területet. Útfelújítás, épületek felújítása. Polgármester úr, az elmúlt 10 évben milyen stratégia mentén indult meg Kisvárda, és ez a program hová érkezett el mostanra? A stratégia az volt, hogy egy nagyon életű, szép kisváros legyen, amire büszkék vagyunk. Én azt hiszem, aki Kisvárdán jár, akár Dunántóról, vagy más országokból büszkén látja a változásokat a településen. Főleg azok, akik nagyon régen nem voltak Kisvárdán. Mik a legfontosabb ágazatok, amiket fejleszteni szerettek volna? Minden ágazatot szerettem volna fejleszteni. Nyilvánvalóan nagyon fontos, amit a polgárok kérnek, azok az utak rendbetétele, vízelvezetések, csatornázások. Ezek megvalósultak, most újabb pályázatot nyertünk 500 millió forint értékben. Ezen kívül nyilvánvalóan fontos a kultúra, ehhez kötődöm nagyon sok programot hoztunk létre, szinte minden hétvégén volt valamilyen program Kisvárdán. Másik az oktatásba eljutni addig, hogy egy olyan iskolaváros, ami 7500 diák van óvodától középiskoláig, hogy legyen egyetemi része és kimenete is van. Hála Istennek most már jön a következő tovább lépés a Nyíregyház Egyetemmel, és újabb három szak indul. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azok a fiatalok, akiket itt szeretnénk tartani Kisvárdán, azoknak óriási esélyük van, és elhelyezkedni a Kisvárdán lévő gyárakban. Olyannyira, hogy 11 lakást is építettünk azzal a céllal, vagy pályáztunk, ahol 2 évig tulajdonképpen csak a rezsit kell fizetni. Mindemellett úgy látom, hogy a sport és a turizmus fejlesztései azok, amikre úgy a kívülállók, vagyis a nem kisvárdaiak kicsit felkapják a fejüket. Így van, ott három, igazából nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon közel van minden, egymás mellett van a sportközpont, ez értendő a stadionra, futszál csarnokra, összes kiegészítő sportra, felkészítő edzőhelyekre, ezen kívül mellette van egy szálloda, mellette van a strand, a gyógyvíz, tehát mindenre jó építető. Emellett még ott egy másik rész, a kulturális rész, a vár, amit elkezdtünk felújítani, és ezen kívül nagyon közel van, be lehet vonni a térséget. Kisvárda vezető szerepét megőrizni a térségben. Kisvárda maga után vonja a környéket, a rétközítő, a Tisza közelsége. Ott is nagyon komoly beruházások folynak, és folytatódni fognak. A sportberuházások továbbra is zajlanak, egy multifunkcionális sportcsarnok építésébe fogtak. Így van, ez benne van a nevében, hogy több célra alkalmas, de elsősorban ugye a női kézilabda csapatunk NB1-es, szeretnénk, az igények megnövekedtek arra, hogy minél több nézőt el tudjunk helyezni. Itt is nagyon fontos az, hogy diákváros, van mire építeni, utánpótlást be kell vinni, fel kell őket építeni, hogy a következő években Kisvárdán is kineveljünk megfelelő szinten játszó játékosokat. Mindemellett úgy tudom, hogy nem csak a versenysportot támogatja ez a létesítmény. Így van. Tömegsportok, rendezvények, koncertek, remélem bálok lehetnek majd ott. Tehát minden olyan, ami tulajdonképpen egy kreatív gondolkodás után megvalósítható. Akár helyi oktatási intézmények is tudják használni? Így van. Bár abban is, hála Istennek, szerencsések vagyunk, lassan minden iskolán kiépültek a tornacsarnokai. Hogyan jött ebből a Honvédelmi Sportközpont? A Honvédelmi Sportközpont pályázat az egy kicsit
adott volt olyan irányba, hogy minden járási székhelyen legyen egy ilyen honvédelmi sportközpont. Nyilvánvaló, mi egyből megpályáztuk ezt a lehetőséget, és úgy gondoljuk, hogy úgy gondolom, a városfejlesztés együtt, hogy nyilvánvalóan egy honvédelmi nevelés, ugye nincs már katonasság, ami a jó magam is voltam katonas, korkatona, tehát nem biztos, hogy inkább azt mondom, hogy biztos, hogy kell a fiatalságnak egy kis önfegyelem, odafigyelés, meg kell tanulni azt is. Hosszú távon mit jelenthet ez Kisvárda számára? A sportközpont? Egy ilyen honvédelmi sportközpont. Az, hogy több célú. Tehát nem csak azt jelenti, hogy most többen arra gondoltak egy lőtér. Ez nem egy lőtér, küzdősportokat lehet kialakítani. Tehát magyarul, hogy ugyanolyan hely lehet, egy rekreációs hely lehet. Ki lehet menni, és a családok, baráti körök tudnak majd ott együtt szórakozni, vagy úgy sportolni. A sport mellett a turizmust és a kultúrát említettük még. Milyen turisztikai fejlesztést célzó beruházás zajlik most? Hát azt hiszem, hogy van egy korszerű strandunk, olyan csúszdaparkkal, ami az országban az első, talán ötben benne van, mindenikint kielégít, gyógyvízünk van, tehát az idős emberek számára is ott a lehetőség. A másik pedig a filmpark. Egy olyan díszletváros jött létre, Kisvárda nagyon sok híres filmes származik, az első Várkonyi Miklós első Néma filmsztártól kezdve, a Stan és Pannak a névadója, hát akit ismernek talán többen, Endi Vajna, kisvárdai származású például. Ezt én sem tudtam például. Így van. A vár fejlesztése az most is zajlik. Igen, az régi vágyunk volt a vár fejlesztése, ugye mert csak a déli fal maradt meg egy lakótoronnyal, most az kiegészül egy másik lakótoronnyal, és háromszintes lesz a belső vár, különféle programokkal, interaktív, interpersonális lehetőségekkel a vár történetéből. Lesz egy kápolna, ahol esküvőket szintén lehet tartani, illetve megmarad az a funkciója, amire immár 33 éve volt, alkalmas volt, a várszínházi esték, illetve a Magyar Színházak Fesztiválja. Lesz egy mobil színpad, és ugyanúgy folytatjuk ott, ahol most 3 évig talán, vagy 4 évig nem volt előadás. Milyen kulturális rendezvények, nagyszabású kulturális rendezvények vannak tervben? Hát a legfontosabb megtartani a Magyar Színházak Fesztiválját. 33 éve ezt tesszük, és szeretnénk folytatni nagyon sokáig, egyre népszerűbb. Hála Istennek sikerült elmúlt évben is megvalósítani, most is. És nagyon nagy volt a látogatottság, nagyon jó darabokat láthattunk. Élhető városról beszéltünk. Mennyire fordít nagy gondot Kisvárda a környezetvédelemre, a természetvédelemre? Van egy jó projektünk, a Zöld Város. Ez kimondottan arról szól, hogy a városnak a zöldé tétele, olyan projektek, építések mellé parkok létrehozása, ott egy kondiparkok, futókörök létrehozása, futópályák a vár körül. Tehát, hogy egy csodálatos környezetben is mindenki jól érezze magát, azt hiszem, hogy ez a lehető legjobb. Utakat fejlesztettek, felújítottak? Hát azt hiszem, hogy talán már eljutunk odáig, hogy minden utat lassan felújítunk. Sőt, ott tartunk már, azt kell, hogy mondjam, hogy újra kell kezdenünk 10 év után, hogy újra kell kezdenünk szépen folytatni az új utak megújítását. Milyen irányban gondolkodnak gazdaságfejlesztésben? Gazdaságfejlesztés nagyon fontos lenne azt, hogy újabb munkahelyek létrehozása. Itt most lesz egy, aztán megépül a McDonald's, 70 embert fognak majd foglalkoztatni, és a fiatalsági tartása. Ezért is volt cél a fiatalságnál, hogy legyen egyetem, főiskola, itt tudjuk tartani, tudjanak bemenni a duális képzésre a helyi cégekhez, a lakásoknak a kvázi majd ingyenadása a fiataloknak, ami azt jelenti, hogy segít az itt letelepedésüket. Ugyan fontos az idősekre való odafigyelés, itt is mindent megteszünk, amit csak meg lehet, tehát órákkal, digitális órákkal, figyelőórákkal. Tehát felsorol is nehéz, hála Istennek. Hosszú távon miben gondolkodnak? Hát én hosszú távon nekem az álom, hogy egy nagyon szép európai kisváros legyen, polgári város legyen, polgári millió, úgymond megteremtése, visszahozása a elmúlt évtizedekből. Azt hiszem, hogy jó úton járunk, és egy csodálatosan, én szeretem, hogyha mindenütt virágok vannak, és a virágos kisváros legyen Kisvárdából. Mi az, ami még ehhez hiányzik?
még több virág, még több olyan. Hát most nagyon szeretném újra, hogy most megálltunk a programokkal, és újra, hogy programok legyenek, és nagyon várom a programokon újra a kisvárdai közönséget, a közösséget, hogy érezzék Kisvárdát, legyen identitásuk, legyenek büszkék Kisvárdára. Ez jó úton halad, én azt hiszem, hogy ezt kell továbbvinnünk. Mik azok a visszajelzések, ami azt igazolja, hogy valóban jó úton halad ez a város? Hát én elég sokat járok a emberek között, meg eléggé közvetlen típusú vagyok, és én szeretem összegyűjteni az információkat, és arra törekszünk, hogy igazán bevonni a polgárok véleményét is bevonni ebbe a dologba. És azt hiszem, hogy ez az út, amint elkezdtünk, nyilvánvalóan mindig lesznek észrevételek, azt figyelembe kell venni, és tovább be kell építeni. Hogyan látja a városnak a megtartó erejét? Ez mennyiben növekedett, erősödött? Számszerűsíthető, hogy hányan jönnek vissza azok a fiatalok, akik elmennek tanulni, vagy szerencsét próbálni, vagy világot látni? Nagyon törekedni kell rá nyilvánvalóan, oda kell figyelni, mert azok a tehetséges diákok, akik elit egyetemen végeznek, ott nagyon nehéz őket visszacsábítani, és ezért is kezdtük el egyetemi képzéseket, hogy aki már itt tanul nálunk, bízva abban, hogy itt jól érzi magát, az itt fog maradni Kisvárdán. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt ma hozzá. Köszönöm szépen. 7 új bérlakás, valamint 2 intézmény is segíti a jövőben a romák felzárkóztatását a megyénkbeli Hodászon. A településen élők közel fele él szegregátumban, számukra különböző oktatásokat már megvalósítottak az elmúlt években. Az azóta is folyamatban lévő komplex teleprogram célja, hogy egyre több hátrányos helyzetű dolgozzon és jusson hosszú távon otthonhoz. Mindenre Hodász az elmúlt években összesen több mint 400 millió forint támogatást kapott. Nagy szükség van Hodászon a társadalmi felzárkóztatásra. A település 3400 lakójából több mint 1600-an élnek szegregátumban. Ehhez nyújt nagy segítséget az a 7 új bérlakás, amelyet múlt csütörtökön adtak át. Az ingatlanokat kedvezményes bérleti díjjal vehetik igénybe a kiválasztott rászorulók. A szintén múlt héten átadott Csillagház közösségi rendezvényeknek ad majd teret, a csillagpontot pedig mosásra és főzésre használhatják a helyiek. 2018-ban egy komplex teleprogramra pályáztunk, ami 2 tételből tevődött össze. Az egyik tétele az volt, hogy hát az oktatás, a másik pedig az, hogy új építésű, illetve felújításos lakásokat tudjunk 7 darabot csinálni, és egy csillagpontot és egy csillagházat a szegregált élethelyzetben élő embereknek. A lakásokról annyit, hogy elkészültek, be is költöztek a családok, tehát azt végig dokumentáltuk. Tehát minőségi javulás történt ebbe a dologba, mert egy olyan energiaosztályú lakásba kerültek bele, ami az előző lakáshoz képest ugye több fokozattal jobb minőségű műanyagnyilázáros leszigetelt épületek. Az a lényege ezeknek az épületeknek, hogy jobb élethelyzetbe kerüljenek, és ezeknek az embereknek egyiknek sem volt a nevén ugye lakás. És így most akkor tudnak 1 évig az önkormányzati szociális bérlakást igénybe venni, és ez 5 évig, ameddig az épületeknek a fenntarthatósága tart, addig ez újra lehet újítani ezeket a szerződéseket, és addig ők akkor próbálják az életüket valamilyen szinten rendbe rakni, hogy akkor addig munkahelyet keresenek, vagy esetleg lakást, vagy albérletet szerezzenek maguknak. A lakások ezek erre készültek. A csillagház az kulturális dologra készült. Ez egy vásárolt az önkormányzat a teleprogramból és önerőből kiegészítve egy lakást, amit felújítottunk. Ez kulturális programok ellátását fogja célozni, és van egy csillagpontunk. A csillagpontunknak pedig a célja az, hogy ott a szegregált élethelyzetben lévő emberek, azok el tudnak menni, ott van 2 nagy teljesítményű mosógép, 2 nagy teljesítményű szárítógép, oda el tudnak menni, egy blokkban van a védőnői szolgálattal, ez igaz, nincs a teleprogramban, de aki feltehozza a gyerekét a védőnőhöz, az mire a gyereket megvizsgálják, vagy megtörténik, akkorára a ruháját ki tudja mosni a csillagpontba, és szárazon haza tudja vinni, ami a lakossági visszajelzés alapján, mivel mi nálunk már ezért egy jó ideje megy a mosás, télen főleg egy olyan lakásban, ahol ugye nincs folyóvíz, ez egy nagyon nagy segítség, hogy tisztán és szárazon tudják hazavinni a ruhát például. Ugyanitt a csillagpontban üzemeltettünk egy főzőpontot is,
ott is az önkormányzat is biztosította nekik, mert itt a Csillagpontban mi adjuk nekik az öblítőszert is és a mosószert. A főzőklubban ott pedig mi adtuk az alapanyagot, hogyha előre jelezték, hogy mit szeretnének főzni, ilyen egyszerű ételeket, megfőztünk nekik, tehát még az is, ha hozott ételest, akkor ha felhozta a gyereket az orvoshoz, akkor a mosást és a főzést is meg tudta csinálni ott a Csillagpontban. 7 lakás van, a 7 lakásból van 3 újépítésű, tehát vadonatújépítésű, 4 pedig felújításos lakás, de a felújítás az olyan jellegű, hogy tetőcsere, szigetelés, nyilászárócsere, tehát komfortfokozata az megegyezik az újépítésűekkel. Ezekre mi alkottunk egy szociális bérlakás rendeletet, amiben megvannak a feltételei, hogy mi alapján lehet beleköltözni ezekbe a lakásokba. Kötöttük például munkahelyhez, de munkahelynek elfogadjuk a közmunkát is, hogyha valaki már a családból az egyik mondjuk közmunkán van, akkor már ő alkalmas arra, és viszont 25 ezer forintot határoztunk meg albérleti díjnak, de ebből a 25 ezer forintból 5 ezer forint, ez ilyen kaució jellegű, hogy azt összegyűjtjük, és hogyha a lakásba rongálás vagy ilyesmi nem történik, akkor az az összeg az megmarad, de ha nem, akkor azt akkor visszafordítjuk arra, hogy a károkat helyreállítsuk. Tehát ez ilyen kaució jellegű az 5 ezer forint, de 25 ezer így egybe, amit fizetni kell nekik havonta. Érte. A legutóbbi statisztika alapján Hodásznak a létszáma 3408 fő, abból olyan 1600-1700, aki a szegregációs területen lakik, mert 3 szegregációs körzet van Hodászon a KSH adatai alapján, és ebből mi a kettest, a legnagyobb szegregációs körzetet vontuk bele, ami közel 1100 főt érint. Ez a kettes szegregátum, és a kettes szegregátumon hát abból 97% a roma. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyház is egyre nagyobb szerepet vállal a társadalmi felzárkóztatásban. Azokat a településeket, azokat a személyeket érinti, akik szociálisan is sokszor hátrányos helyzetben, nehéz helyzetben vannak, és az egyháznak az evangélium hirdetése mellett, Jézus tanításának a hirdetése mellett kötelessége, hogy gondoskodjon a szegényekről, az elesettekről, azokról, akik szükséget szenvednek, és ebben szeretne az egyház is munkát vállalni, és így próbáljuk teljesíteni ezt a feladatot. A telep program nem azt a célt szolgálja, hogy ajándékot kapjanak a rászorulók. A bérlakásokba ugyanis nem végleg, hanem ideiglenesen költözhetnek be. A különböző oktatások pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy a szegregátumban élők munkához, ezáltal pedig később állandó otthonhoz jussanak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élen jár mindenképpen a felzárkózás területén, és ebben Hodász is az élen járhat, és azt mondhatom, hogy elég sikeresen sikerült a projektet végrehajtani, annál is inkább, mert ugye két programból áll az egész komplex teleprogram. Egyik egy házépítés és különböző lakhatási feltételek javítása, amelyben 200 millió forintot sikerült elnyerniük és hatékonyan felhasználniuk, a másik pedig egy humán fejlesztés, amelyben a szociális munkát, a szociális jelenlétet hivatottak volt végrehajtani. Ennek keretében több mint 130 roma származású hátrányos helyzetű embernek az egyéni fejlesztését, az egyéni életútját igyekeztek segíteni és támogatni, egészségügyi, közösségfejlesztési, mentális támogatással. És ez azért is lényeges, mert minden olyan intézkedés, amit végzünk, annak az alapja a mentális felkészítés, hiszen nagyon népszerű és látványos mondjuk egy-egy házat átadni. De a kevésbé látványos az, amikor mentálisan, erőteljesen felkészítünk egy-egy embert az élethelyzetének a javítására, és a cél az, hogy önmaga legyen képes változtatni a saját élethelyzetén, és a lakhatás, amit ebben a programban kapnak, ez egy átmeneti lakhatás legyen, hiszen a végső cél az, hogy a kormányzati különböző családpolitikai intézkedésekhez ők is hozzáférjenek, elérjék, és a CSOK támogatással akár saját otthonhoz is jussanak. Azt gondolom, hogy a mai társadalomban, ahol az együttélés, az összetartozás a legfontosabb, a roma kultúra behozatala, úgymond a nagy településbe, vagy a település központjába, a roma teleprogram, illetve ez a komplex teleprogram erről szól. Ez elsősorban életkörülményeket, tehát be lehet költözni ezekbe a házakba, amit vagy vadonatújonnan építettek fel, vagy felújítanak, hetet összesen, illetve Csillagpont nevű hely is van, ahol viszont ilyen közösségi élményeket akár közösen moshatják a ruhájukat, vagy éppen beszélgethetnek. Tehát azok a szocializációs folyamatok, ami a családra jellemző, azokat meg lehet
lehet ott csinálni, illetve itt kapnak olyan mintákat ezeken az épületekben, ahol egy kicsit más lesz, egy kicsit a normakövetést próbáljuk gyakorolni, bár számomra mindig furcsa ez a normakövetés, hiszen a roma társadalomnak van egy saját normája. Ne akarjuk azt a miénkhez igazítani, a többségi társadalomhoz, mert másképpen szocializálódunk, más kultúrából jöttünk. Ők is magyarok, ők is keresztények általában, ők is szeretik a családjukat, és azt gondolom, ezeket a közös pontokat kell megfogni. És ezek az épületek, ez a komplex repülőm erről szól, hogy a többségi társadalom és a kisebbségi társadalom hogyan tud együttműködni. Jól alakult a tavaszi erdősítés a Nyírerdő Nyíregyházi erdészeténél. A társaságnál nyáron sem pihennek. Az erdőkben szemetelők és vandálkodókkal szemben például ilyenkor is fel kell lépniük a természetvédelme érdekében. Emellett a gyermekekről sem feledkeznek meg. A nyári szünetben táborokat szerveznek nekik a nyíregyházi és a garbolci erdei iskolában. Köszöntöm a stúdióban a nyíregyházi erdészet vezetőjét, Tölgyfa Gábort. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy a vasárnapi vihar milyen károkat okozott a nyíregyházi erdészet területén? Hát ilyenkor, amikor nagyon erős vihar érkezik a térségünkbe, akkor mindig összeszorul a szívünk, hogy vajon hogy fognak reagálni az erdeink ezekre a viharokra. Azt tudom elmondani, hogy hál' Istennek nagyon nagy károk nincsenek itt a Sóstói erdőben, illetve hát a nyíregyházi erdészet működési területen sem jelezte kollégáim olyan problémát, ami több hektáros széldőlés lenne. Természetes egy idős erdőben, mint a Sóstói erdő is, vannak elszáradt fák, elszáradt ágvégek, ezek töredeznek, lehullanak ilyenkor. Azt tudjuk javasolni mindenkinek, de hát ez szerintem mindenki tudja, hogy ilyen időben még csak gondolatban se járunk az erdőbe. De volt már ennél sokkal rosszabb, vagy erősebb pusztítás is, amit vihar okozott. Így van, 2009-ben itt Nyíregyházán, aki emlékszik rá, a Sóstói útra dőlt rá, ott egy erdőterületünk, akkor ilyen 5 hektár, ami felújításra került, és 2010-ben pedig a térségben a működési területünkön 100 hektárt meghaladó nagyságrendben kellett új erdőt létrehozni. Ez a mostani tehát nem volt ennyire vészes. Ami viszont folyamatos, az sajnos a rongálás és a vandáloknak az ártalmas tevékenysége. Milyen nagyságrend ez, vagy mennyire gyakori? Azért azt tudom elmondani, hogy nem annyira gyakori, mert ugye nincsenek is híradások erről, hogy minden héten, minden hónapban, de azért előfordul, minden évben egy-egy előfordul, azért is próbálunk ennek szót keríteni, mert fontosnak érezzük azt, hogy hallassuk azt, hogy ez nem jó, ez nem azért vannak ezek a közjóléti berendezések, ezek a parkerdei kirándulóközpontok, hogy ezt megengedjük. Hogyan tudnak védekezni ez ellen? Például figyelemfelhívással, illetve az általános rend fenntartásával. Én gondolom, hogy ha egy erdőben tisztaság van, rend van, rendszeres a karbantartás, akkor az embernek még eszébe se jut, hogy ez ehhez hozzányúljon. Természetesen, hogyha ilyen történik, amikor táblákat rongálnak meg, vagy kapcsolószekrényeket károsítanak, rendőrségi feljelentést teszünk, mert ezt meg kell tennünk, próbáljuk a tetteseket elérni. Azért vannak térfigyelő kamerák már az erdőben is, mondjuk elsősorban ez hulladék lerakást célzott megszüntetni, de vannak kamerák, az önkormányzatnak is működtetnek térfigyelő rendszereket, ezeket próbálja a rendőrség is nyilván ilyenkor elővenni. Mennyiben sikerül ezzel visszaszorítani például az illegális szemétlerakást? Bízunk benne, hogy igen, ez egy új keletű dolog, itt tavasszal történtek kamerakihelyezések a illegális hulladéklerakás megszüntetésére, bízunk benne, hogy még kevesebb lesz. Mennyire jellemző egyébként, vagy mennyire volt jellemző az illegális szemétlerakás, erről többször is szóltunk már. Azért ez sajnos jellemzőbb, mint a vandál károkozás, és nem csak a Sóstói erdőben, hanem a területünk, működés területünk kisebb települése melletti erdőterületekben, ami ugye nem járt, nincs szem előtt, ott előfordul, hogy egy kis építési tömelékkel találkozunk, egy pár zsák kommunális hulladékkal.
sajnos még itt élünk. Mennyit jelent, mennyi plusz munkát jelent ez az erdészet dolgozóinak, illetve amennyire tudom, korábban közmunkaprogramban ezt meg tudták oldani? Nem is az a kérdés, hogy meg tudjuk-e oldani, mert természetesen megoldjuk, de az erdész kollégáinak nem az a feladata, hogy más szemetét, hulladékát kutassa, kerítse, embereket szervezzen rá, hanem nekünk az erdővel kell foglalkozni. Minden elvesztegetett óra az erdő kárára megy. Azok az erdei iskolák vagy nyári táborok, programok, amit gyerekeknek szerveznek, az talán egy kicsit erről is szól, hogy ránevelni a fiatalokat arra, hogy hogyan kell egy erdőhöz viszonyulni, hogyan viselkedünk, mi az etikett az erdőben. Így van, pontosan. Tehát az a környezeti nevelési program, amit a erdészeti erdőiskolában már több mint 10 éve működik, ezt is hivatott szolgálni, hogy gyerekekben, óvodáskortól már rögzítsük azokat a tudnivalókat, hogy mi csak véletlenül sem szemetelünk. Sőt, mi ugye azt mondjuk, hogy ne vigyünk ki szemetet az erdőbe. Hiába vannak szemét tároló konténerek, hulladéktároló edények, nem feltétlenül kell ezt használni. Tehát arra szoktatjuk az ember. A keletkezett szemetet hozzuk haza. Amit ha oda viszünk és elfogyasztunk esetleg, azt ne adjuk ott, hanem azt vigyük haza. Hány ilyen tábort szerveznek nyaranta, és hány gyerek tud ezeken részt venni? Hát ugye az erdőiskolánk egész évben működik, nem csak a nyári hónapok koncentrál. Nyilván járványhelyzet miatt az elmúlt egy év azért sérült ilyen szempontból, de ez máshol is elmondható. Tehát egész évben várjuk a iskolás és óvodás csoportokat. Évente egy 5-6 ezer főt azért valamilyen szinten a programjainkon megtalálunk. A nyári hónapokban nyári napközéstábort szerveztünk, 3 turnusunk volt. Ezek a táborok elsősorban egy 10-15 fős táborra kell gondolni, ahol tényleg van idő és lehetőség arra, hogy komolyabban foglalkozunk ezekkel. Hány éve zajlanak ezek? Hát az erdőiskolánk 2009-ben nyitotta meg a kapuját. Lehet már érzékelni ennek valamilyen hatását? Én úgy gondolom, igen. Miben tudja lemérni? Visszajelzésekben, tehát jönnek hozzánk olyan főiskolás tanulók, akik nálunk voltak valamilyen erdőiskolás foglalkozásán, és akkor elmondják a tapasztalatokat, és olyan kedvező és jó érzés fogja minket, hogy csak van értelme ennek. Lehet, hogy többen választják az erdészetet foglalkozásként? Akár még ez is előfordult, így van. Ugye az erdészeti munka, maga az erdőgazdálkodás, ez a fő feladat. A nyírerdő, vagy a nyíregyházi erdészet hol végzett mostanában frissítéseket, telepítéseket? Mindig feljajdulnak az emberek, amikor egy nagyobb területen kivágást tapasztalnak. Ez most hol zajlott? Elsősorban a fakitermelési időszak az a őszi, téli, tavasz elejé időszak. Itt ugye Nyíregyházán nagyon szem előtt van mindenféle munkavégzés, amit elvégeznek a kollégáim, vagy kollégáinkkal elvégzünk. Ugye volt 2 területünk itt Nyíregyházán, a Sóstói erdőben, az egyik a hármas dombi nyiladék mellett, a Tölgyes csádától nyugatra lévő nyiladék mellett. Így van, illetve a Tölgyes utcától délre lévő nyugati erdőtömbünkben volt egy kisebb terület, ahol erdőfelújítást hajtottunk végre. Ezek az erdőfelújítások nagyon jól sikerültek, szakmailag szépen megeredtek a csemeték, ezek a nagy nyári forróságok is, ezek sem okoztak olyan kárben, ami probléma lenne, úgyhogy minden lehetőség adott arra, hogy 100 év múlva ezekben az erdőkben egy szép 100 éves tölgyesben sétáljunk. Parkerdőről beszélünk? Parkerdő, de azért erdő. És nem, hát inkább erdő, mint park. Milyen fajokat telepítettek az utóbbi években? Változik-e ennek az összetétele? Ugye a Sóstói erdő az egy homokitölgyes erdőállomány, ősi homokitölgyes erdőállomány. Nagyon szép idős maradványai vannak még a tömbben. Ezért elsősorban a kocsányos tölgy a főfafaj az erdőfelújítások során, de azért azt tudomásul kell venni, hogy természeti környezet megváltozott. Itt elsősorban a csapadék és a talajvíz szintjének a magassága, ami kedvezőtlenül alakult az elmúlt pár évtizedben, kevésbé érzi jól magát a kocsányos tölgy,
elejfákkal segítünk ezen az egyes erdőfelújításokon, de azért még mindig elmondható, hogy a fő fafaja a tölgy a sóstói erdőben. Mekkora az éves gazdálkodási kerete a nyíredő, nyíregyházi erdészetének? Hát a nyíredő ZRT egy gazdasági társaság, ugye nem közjóléti finanszírozású tevékenységet folytat, nem támogatásból végzi a tevékenységét, hanem gazdálkodik. Vannak erdőterületei, ahonnan hozamai vannak, és van nagyon sok feladata, amit ebből a hozamból ráfordításként el kell végezni. Ilyen a parkerdő fenntartása, a fiatal erdő létrehozása, annak a fenntartása, ápolása. Hát a nyíregyházi erdészet egy ilyen 800 milliós átbevétellel hozami nagyságrenddel rendelkezik, ehhez tevődik a nyilván rengeteg költség, egy olyan 6-700 millió költség. Változott az élővilága az erdőnek az utóbbi évtizedekben? Nyilván a erdő, mint élővilág egy dinamikus és fejlődő, illetve változó dolog, de azért az alapjai, én gondolom, nagy mértékben nem változnak. Ez is a feladatunk, hogy a kellemetlen és kedvezőtlen hatásokat valamilyen módon kiküszöböljük. Gondolok itt az invazív fajoknak a terjedésére. Tölcsva Gábor, köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk ma a stúdióba, és mindezeket elmondta. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Önök a 35 percet látták, legközelebb hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!